Az Erste Bank még szeptemberben egyszeri támogatást nyújt minden olyan alkalmazottjának, akinek a teljes munkaidőre vetített bére nem haladja meg a bruttó 1 millió forintot. Az 500 ezer forint alatti béreknél ez bruttó 300 ezer forintot, tehát a havi kereset legalább 60 ának megfelelő mértékű juttatást, míg az 500 ezer és 1 millió forint közötti fizetések esetén bruttó 200 ezer forintot jelent. Az Erste vezetése arról is döntött, hogy a jövő évre tervezett két fizetésemelés felét már januárra előre hozza, míg a béremelések következő köre júliusban lesz. Az Erste-nél összel elindult a munkavállalói részvényprogram is. Szeptemberben 350 euró értékű részvényjuttatás kapott az osztrák anyabank értékpapírjaiból minden jogosult munkavállaló. A bank átvállalta a részvényjuttatáshoz kapcsolódó adó- és járulékterheket is. A Magyar Telekom közölte, megállapodtak az érdekképviseletekkel a Magyar Telekom Enyertét és a T-Systems Magyarország Zrt-t érintő bérfejlesztés mértékéről, valamint egy egyszeri munkavállalói javadalmazás kifizetéséről. A cég 3 milliárd forint összegű egyszeri javadalmazást fizet ki munkatársainak, ezzel támogatva őket az inflációs nyomásból eredő növekvő megélhetési költségek fedezésében. Továbbá a munkatársak 2022. január bérfejlesztésbe részesülnek, mely várhatóan 4,2 milliárd forinttal emeli meg a bérköltségeket jövőre. A kihívásokkal teli működési környezet ellenére nem indítanak csoportos létszámcsökkentési programot, viszont korlátozott feltételekkel önkéntes programot hirdetnek közölték. A CIP bank szeptemberben egységes, összegű, egyszeri kifizetéssel 420 millió forintot fordít kollégái segítésére. Emellett a bank a tervezett rendkívüli béremelést is végrehajtja. A támogatás csak meghatározott bérszintig adja a bank, tehát valóban azokhoz kerül, akiknek ez igazi segítséget jelent. Az egyszeri kifizetést a tartós távolétel lévők elsősorban kismamák is megkapják, akikkel a kapcsolattartás és a távolét utáni visszaintegrálás fontos, a cip számára. A bank vezetése bízik abban, hogy ez a rendkívüli támogatás most gyors, átmeneti segítséget jelent a kollégáknak a növekvő költségeik fedezésére. Írták televíziónkhoz eljutatott közleményükben.